Sziasztok! Csinálok egy kerti körképet itt a lakásban a növényekről. Hát itt a hátam mögött már látszik kettő. Közben bocs, hogy nem a kamerába nézek mindig, de kell nézegetni azt is, hogy mit vesz a masina. Na nézzük akkor ezt a kettőt itt mögöttem. Az egyik ugye ez a melegházas kezdeményezés. Ugye két fűszernövény van benne, illetve a paprika. Elég jól néznek ki. Hát azt ígértem az előző videóban, hogy át fogom ültetni a múlt hétvégén. Hát ugye még nem tettem meg, még úgy döntöttem, úgy döntöttünk az Ágival, hogy nevelgetjük egy kicsit. Mi szerint ugye az Áginak is vannak fűszernövényei, ahogy látszik. Meg ugye neki is itt van a paprikája, úgyhogy majd azokat valószínűleg ugye párosítani fogjuk, és a fűszernövényeket egy nagyobb, mondjuk egy ilyen piros balkonba tesszük, hát ezt igazából még nem tudom, nem tudjuk, nem beszéltük meg, de ráér még igazából, nem túl nagyok. Itt vannak ezek a Áginak a paradicsomjai. Hát elég jól néznek ki, ez a kettő, ez annyira nem, de tehát így is van egy, kettő, három, tehát van egy 7-8 darab, hát igazából nekünk szerintem egy négy darabot fogunk megtartani, a többit meg elajándékozzuk, és hát természetesen hát paprikából se kell ennyi, mert itt az Áginak van 9, meg nekem is van vagy 10 darab, szerintem egy 2-3 darab elég lesz. Akkor, hogyha kijövünk ide a kertbe, ami ugye nekünk a ablakpárkány, hát ugye itt először is hát azt kell nézni, hogy elég szaridő van, tehát esik az eső, és ilyen 10 fok körül van, de ami a nagyon-nagyon szép, meg jó, meg komoly, hogy itt vannak a málnák, hát ugye ez egy tő, erről igazából már posztoltam egy fénykép csokrot a Biokert csoportba is. Itt igazából elég jó, hát ez ugye itt azt a célt szolgálná, hogy összetartsa, nem tudom, hogy ez kell vagy nem, ugye, hogy ne törjenek el. Ezzel kapcsolatban tanácsot is szeretnék kérni. Akkor itt, hát ezek igazából ilyen bonsai játéknak való, ez a legelső. Ez, hogyha valamennyire majd megfakad, szerintem ugye nem halt meg, tehát túlélte az ültetést, akkor majd van egy tervem, az meglepetés, majd meglátjátok. Hát ez egy ugye, nem tudom, egy milyen bokor, nem nagyon akar fejlődni. Meglátjuk, hogy mi lesz a sorsa. Ez ugye egy fűszernövény, hát tudjátok a nevét. Ezt ugye meglátjuk majd, hogy életképes lesz-e vagy nem. Ezek az alján, itt ilyen mindenféle megmaradt ugye komposzt alapanyag, és mivel nincs komposztálom, meg ugye ennyi növénynél felesleges vele foglalkozni, ezért így egyszerűen ráraktam, hogy rohadjam. Hát ugye, itt vannak itt van az egyik bonsai, ez nagyon szép bőrbe van, szépen fejlődik, nincsenek rajta csúnya levelek, meg semmi, úgyhogy nagyon meg vagyok vele elégedve. Itt van a másik bonsai, hát ez igazából közepes állapotban van, ugye látszik itt a, hogyha bezúmolna. Igen, most bezúmol, tehát nem túl szép a vágás után, meg hát a levelek, tehát ez a levél se normális ennek a színe igazából. Hát aztán, hogyha tovább megyünk, itt van a azela, hát ez úgy néz ki, hogy sajnos elpusztult. Hát ugye ki van száradva, meg mit tudom én. Hát majd vagy veszek egy komolyabb azelát, vagy nem tudom, mert egy kicsit utána olvastam, és eléggé macerás a tartása, tehát szép meg minden, de
elég igényes növény, úgyhogy valószínűleg ezt fogom hagyni. Na itt most vágok egyet, mert még ott vannak növények, azt megmutatom. Itt ugye ez már csak egy ilyen bonsai sarok. Nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy ez a szíl ez meg fog-e maradni, vagy nem. Meg hogy kellene neki már rügyezni, vagy nem, hát nem tudom, meglátom. Minden esetre itt, hogyha megnézzük ugye a fákat, hát ezek már így azért kezdenek rügyezni, mondjuk így, ugye tehát nyilván másfajta így a történet, de tehát ennek még hát ilyen apró rügy kezdeményezései ugye vannak, hát majd meglátjuk. Aztán itt van egy tök jó kis fenyő, ennek nagyon örülök, nagyon szépen megindult. Hát maga ugye ezek a szaporítási kísérletek, ugye hogyha megnézzük, összehasonlítjuk ugye ezzel a tűleveleknek a nagyságát, meg ugye ezzel, tehát ég és föld a különbség. Meglátjuk, hogy megmarad-e. Aztán a legelső retuszából, tehát mutatom, tehát ugye ebből a retuszából próbáltam szaporítani, hát jelenleg ez az egy, ami megmaradt, és át is ültettem, majd meglátjuk, és itt van még egy picike bonsai, hát igazából ez sincs túl jó bőrben, ezt Lidlibe vagy Aldiba vettem ugye 5 euróért, hát picike, meg fiatalka, meglátjuk, hogy megmarad-e. Ennyi lett volna ez a videó, ezzel a málnás háttérrel búcsúzom tőletek, találkozunk egy következőben, aminek ugye még nem tudom a témáját, majd ahogy lesz ihletem meg kedvem, úgy fog érkezni a videó. Köszi, hogy megnéztétek, hello, sziasztok!